egy nagyon nagy vállalat vezérigazgatója, megöregedett már, és gondoskodnia kellett arról, hogy legyen utódja. Mindenki azt remélte, hogy a helyettesei közül, vagy a családtagjai közül fog választani utódot, de ő azt kérte, hogy a cég legfiatalabb vezetői jöjjenek össze, és szeretne velük beszélni. A fiatal vezetők megjelentek a nyugdíj előtt álló vezérigazgató előtt, ő pedig mindegyiküknek adott egy magot, és azt mondta nekik, egy év múlva találkozunk, szeretném látni, hogy mi lett ezekből a magokból. Mindegyikük hazament, elvetette a magot, öntözte, trágyázta, vigyázott rá, és az egyik, nevezzük Péternek, fiatal vezető, döbbenten látta, hogy elmúlt egy hét, két hét, három hét, és nem kelt ki a mag. Semmi nem történt. Aztán, miközben bejárt a cégbe, a többiek már egy hónap múlva hozták a híreket, hogy az ő magjuk, amit kaptak, már kinőttek, már virágba borultak, már lassan fává cseperednek. Ő pedig szégyelte nagyon, hogy az ő cserepéből semmi nem bújt elő. Eltelt az egy év, ő továbbra is várta, hogy kikeljen a mag, öntözte, és egy év múlva újra összehívta a nyugdíj előtt álló vezérigazgató a fiatal vezetőket, mindegyik hozta lelkesen az általa növesztett növényt, csak egyedül ez a Péter hozott egyetlen egy cserepet, amiben nem volt semmi. Nagyon szégyelte magát, a többiek pedig kinevették és beszóltak neki, és akkor azt kérte a vezérigazgató, hogy ez a Péter jöjjön előre az edényével. Nagyon félt, hogy most megalázzák, nevetségessé teszik, de hát nem volt mit tenni, előre ment. És akkor a következőt mondta a vezérigazgató, én mindenkinek olyan magot adtam, amit előzőleg megfőztem. Ez az egyetlen ember lesz a vezérigazgató, mert ő nem hazudott. Ő azt a magot ültette el, és azt a magot öntözte, amit neki adtam. A többiek, miután látták, hogy nem akar kikelni, kicserélték a magot, és valami egészen mást ültettek, és aztán azt hoztátok ide nekem. Ő lesz az utódom, az új vezérigazgató. Te Péter vagy, hallottuk az evangéliumba, és én erre a sziklára építem egy házamat. Mitől lett Péter szikla? Az első nagy találkozásukkor Jézussal, ami egy kudarc alkalmával történt, hiszen Péter és társai egész éjszaka haláztak, és nem fogtak semmit. És ez egy halászembernek, aki ért a halászathoz, nagy kudarc. És egy ilyen helyzetben találkozik Péter Jézussal, és Jézus azt mondja neki, hogy vessétek ki újra a hálót, a bárka jobb oldalán. Ugyanolyan reménytelen a halfogás, mint előtte, de Péter Jézus szavára kiveti a hálót. Azt teszi, amit a Mester mond. De hogy a példázatban szereplő fiatal vezető nem változtatta meg.
Ha Jézus ezt kéri, kivetem a hálót. A te szabadra kivetem a hálót. És az eredményt tudjátok, tele lesznek a hálók. Péter azért szikla, mert Jézus szavára cselekszik azt, amit Jézus kér. Nem csinál mást. Miért szikla Péter, akire lehet építeni? Mert odafigyel a mennyei atyára. Hallottuk az evangéliumban, Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ők mondanak ezt-azt, és fölteszi a még fontosabb kérdést, hát ti kinek tartatok engem? És Péter válaszol, hogy te vagy a Mesiás. És Jézus nagyon megdicséri, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. És ezért mondom neked, hogy te Péter vagy szikla, és én erre a sziklára fogom építeni az egyházamat. Mert oda tudsz figyelni a mennyei atya hangjára, meghallod és ki is mondod. Miért lett Péter szikla? Mert azok után, hogy háromszor esküvel megtagadta Jézust, és bűnbánatot tartott, amikor találkoztak, akkor szeretett vallomást tett Jézusnak. Azért lett ő a szikla, akire építette Jézus az egyházát, mert Péter nagyon szerette Jézust. Mi mindannyian, akik itt vagyunk, kiválasztottak vagyunk és küldöttek. A keresztségünkkor a mennyei atya kiválasztott bennünket, hogy az ő testének, az egyháznak tagjai legyünk. És küldetést is szánt nekünk, amit a bérmálásban megerősít, a Szentlélek ajándékaival, hogy tanúságot tegyünk az örömhírről, az evangéliumról, arról a nagyszerű ajándékról, hogy mi Jézus barátai lehetünk, hogy minket a mennyei atya, mint gyermekeit szeret, és hogy a Szentlélek bennünk él. És erről az ajándékról úgy kell tanúságot tennünk másoknak, hogy elhiggyék, és ők is akarjanak ehhez az egyházhoz, a katolikus egyházhoz tartozni. Ez csak akkor fog működni, hogyha Jézus szavára cselekszünk. Ha odafigyelünk a mennyei atyára is, és a Szentlélek, a szeretet lelke által egyre szenvedélyesebben szeretjük a mennyei atyát, az Úr Jézus, a Szent Háromságot. Boldog vagyok, hogy vagytok. Örülök, hogy itt vagytok. Ti vagytok az egyház jelene és jövője is. Ha ti kitartatok, ha hűségesek lesztek Jézushoz, akkor Somogy megyében, Zala megyében él az örömhír, az evangélium. Mindig lesznek olyanok, akik ehhez az egyházhoz, a katolikus egyházhoz szeretnének tartozni, és ezen keresztül megismerni Jézust és a mennyei atyát. Ez rajtatok is múlik, hogy mennyire szeretitek Jézust, mennyire figyeltek a szavára, és mennyire teszitek meg azt, amit Jézus kért tőletek. Ez csak egy állomás, ez a mai ünnep, mai találkozó, amely megerősít bennünket, hogy van remény, megerősít bennünket a küldetésünkben, hogy mi kiválasztottak vagyunk ebben a megyében, amennyi, hogyha ránk bízza az örömhírt, az evangéliumot, és a Szentlélek erejével akárhol vagyunk, mi beszélhetünk hitelesen, és tanúságot tehetünk erővel, örömmel, az örömhírről, az evangéliumról, Jézus Krisztustól. Kívánom, hogy ennek az örömében és ennek az erejében folytassátok nem csak a találkozót, hanem a következő napok, hetek, évek
útjait is. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.